kilépnek az LMP-ből, és új pártot hoznak létre, a Párbeszéd Magyarországért platform tagjai, jelentette be Jávor Benedek. Nem szeretnék ugyanakkor, hogy az LMP frakciója megszűnjön. A platformot alapító 8 képviselő továbbra is megtartja mandátumát, és párbeszédet kezd az LMP 7 képviselőjével, hogy valamilyen formában megmaradjon a parlamenti képviselőcsoport. Schiffer András frakcióvezető azt mondta, mivel az LMP szabályzata nem tiltja, hogy más pártok tagjai is benne legyenek a frakcióban, erről tárgyalni fognak. Nem a kongresszus helyszínén, hanem egy kávézóban ülésezett az LMP-sek egy csoportja, a Magyarországért platform tagjai. Arról döntöttek, hogy kilépnek az LMP-ből, mert nem tudják elfogadni, hogy a párt egyedül készüljön a választásokra. Azt mondták, a szombaton elfogadott stratégia nem segíti a kormányváltást. Eljött az idő, hogy elengedjük egymás kezét, és az a helyzet, ami tényszerűen az LMP-n belül a jelek szerint kialakult, hogy két egymással összebékíthetetlen stratégia, két egymással a legfontosabb stratégiai célban a kormányváltásban egyetérteni nem tudó csoport bénítja egymás munkáját, ennek véget kell vetni. Azt mondják, a frakcióból nem akarnak kilépni, mert nem akarják ellehetetleníteni a pártot. Tárgyalásokat kezdeményeznek arról, hogyan lehet megmenteni a frakciót. A kilépett politikusok még nem tudják, hogy mi lesz az új párt neve, de azt mondták, hogy egy szociálisan érzékeny baloldali zöld pártot akarnak létrehozni. Mi itt valamennyien úgy érezzük, hogy ezeknek az értékeknek a hatékony képviselete csak úgy képzelhető el, hogyha ez az új párt együttműködésre nyitott a többi ellenzéki párt irányába. A maradók részéről Schiffer András azt mondta, hogy tudomásul veszi, vannak olyanok, akik nem tudják elfogadni azt az irányt, amelyet a kongresszus megszavazott. Egy hajóban két irányba nem lehet evezni. A frakcióvezető azt reméli, hogy higgadtan tudják rendezni a kialakult helyzetet. Ennek érdekében el fogunk kezdeni nyilván nem egyszerű tárgyalásokat a következő napokban. Én viszont tartózkodnék attól, hogy a sajton keresztül üzengessek azoknak, akikkel jelenleg egy frakcióban vagyunk, és akikkel hát nem, nyilván nem túl egyszerű tárgyalásokat kell folytatnunk a következő napokban. Schiffer András szerint nincs szó pártszakadásról, mert a tagok csak körülbelül 10%-a lépett ki. A frakcióvezető azt mondta, hogy a párt szabályzata nem tiltja, hogy más párt tagjai is üljenek a frakcióban. Lehetséges.